Hamarosan gázvezetékre kapcsolódhatnak a szabadkai Újfaluhelyi közösség egyik utcájának polgárai. A helyi Szubotica Gáz közvállalat idén újabb 10 kilométeren fekteti le gázvezetékeit a város más helyi közösségeiben is. Nagy öröm számunkra az, hogy itt és most, hogy itt állunk most a Jászenovaci utcában. Főleg, mert már nagyon hosszú ideje, tehát több éve már nem történt ilyen jellegű beruházás a mi helyi közösségünk területén, mindez a gáz, földgázvezeték hálózat bővítés. A szabadkai gázművek erre az évre 350 új gázcsatlakozást tervezett a város területén, ám ez kevésnek bizonyult. Sajnos ebbe az évben túljelentkezés van, 350 jelentkezőt vártunk, augusztus végéig 385 jelentkező volt, plusz még ehhez hozzáadódik a lakótömbök, ami 20 új lakótömb jelentkezett, és üzleti felhasználókból 19 darab. Tegyük hozzá, 100 000 dinárba kerül a gázvezetékre történő csatlakoztatás, és nincs lehetőség részletfizetése. Az illetékesek és a városvezetés terepszemléje során a gázvezeték hálózat bővítése mellett szó volt Szabadka szennyvízelvezető hálózatának bővítéséről is. A szennyvíz hálózat bővítésének a terén hatalmasak a lemaradások. Én bízom abban, hogy a Tiszta Szerbia program keretein belül ki fog épülni a szennyvíz hálózat itt is és máshol is, hiszen ennek a projektumnak köszönhetően 110 km kanalizáció épülhet Szabadka területén, 48 km a városban, 12 Palicson és 25-25 km Csantavéren, illetve Bajmokon. Pásztor bejelentette még, hogy Csantavéren és Bajmokon egy-egy szennyvíztisztító képítése is terben van.